az ezredik magyar filmhíradó pereg. Ezredszer fogja el a lencse a magyarság és a nagyvilág történelmi pillanatait. Ezer évig szavakban éltek a magyarság tettei, 20 év óta mozgóképekben is megmaradnak. Hitelesebb és pontosabb lett az igazság e képes krónika által. Hitelesen és hűségesen bizonyítja a magyar életet, vitézséget, munkát, jókedvet a késő unokáknak. Ez a képes krónika elmondja nekik, hogyan emelt föl minket a mélyből az igazság. 1007 óta dolgozik a magyar filmhíradó munkatársa. 1007-en át követte lencséjével a magyarságot a porból és gyászból fel a fénybe, a magasságba, a Kárpátokig. Eltörölhetetlen képes dokumentumokban él a munkájuk, éberségük, s azkét a lelkesedésük. Ott állnak a nemzet napszámosai közt, akik visszaadták a magyarságnak a reményt és büszkeséget. Gondoljunk rájuk emelt fővel, szeretettel. Jókai bölcsője előtt állt a trianoni tilalomfa, amikor a filmhíradó először fényképezte a Csonka hazát. De a Csonka országban helyén maradt a katonaszív, s fölragyogott a vitézi eszme. A karddal szerzett ország fiai a kardra bízták a föltámadást. Romok felett fénylik, s vitézeket avat Horthy Miklós kardja. Mert vitéz lélek kell a romok elhordásához. Leventék s levente lányok sereglenek a vitézek nyomába, a kipróbált, viharvert hősök mögé sorakoznak a magyar jövő hősei. Pattogzik már a tövis, a trianoni tövis koronáról. Csernoch János, a szépen mosolygó ősz egyházfejedelem híradónk első évében mutatta be aranyviséjét. 4 évvel később követi őt a prímási székben Serédi Justinián bíboros, a római kúria nagy egyházjogásza. Pusztít az elem, épít a magyar. Trianon körös körül ketté vágta a magyar vízmedencét is, és az új országhatár mögül orvul tör az árvíz vésztőre. De az elsodort falu helyén nem sokára kiemelkedik az árból Horthy Miklós fal. Él a magyar alkotmány! Kormányzó úrunk 1927-ben ünnepélyesen megnyitja a kétkamarás országgyűlést. Eltűnik a Margit-szigeti lómasút. Tovább halványul a régi békevilág. Zordidők elfújják a régi kedves pasztelszíneket. De ugyanekkor áttör a romokon a magyar külkereskedelem. Fölépül az új vámmentes kikötő Csepelen. Vitéz nagybányai Horthy Miklós bevonulásának 10 éves fordulóján a nemzet tomboló lelkesedéssel ünnepli a haza atyát, a világhírű katonát és országló bölcs magyar. Szegeden elkészült a fogadalmi templom. Új tudományos fellegvár, új szellemi metropolis születik a trianoni határon, de a magyar alföld szívében. Zeppelin, a német géniusz egyik legnagyobb büszkesége 1931-ben látogat hozzánk. Kerlin Béla küzd ezekben a csöndesebb években a nemzetközi teniszpályákon a magyar sport becsületéért. Áldozat nélkül nincs új élet. A nemes példának sokszor hősi halál az ára. Óceán repülőink, akik két világrész csillagai közé írták a magyar igazság jelszavát, 1932-ben pusztultak el, tragikus pilóta halállal. Ettől az évtől kezdve Gömbös Gyula az új magyar miniszterelnök. Új lendülettel, sugárzó bizalommal és tetterővel vezeti a magyar politikát. Hindenburg tábornok, Németország legendás hőse, mély nemzeti sebek orvosa ünnepli 85. születésnapját ocsúdó, ébredő népe körében. Kemal Atatürk,
Egy sokszor megpróbált rokon nemzet atya átvezeti népét a parlamentális életformába. Mint nálunk Széchenyi korában, náluk is megifjult honi szívek dobognak a nyugati köntösben. A történelmi kép magyar operatőr munkája. Hitler Adolf 1933 elején veszi át történelem formáló akarattal és megigéző erővel a német birodalmi kancellárságot. Németország világtörténelmi fordulóhoz ér. Aponyi Albert grófot, az európai államférfiak Nestorát, a magyar igazság mindenesét gyászolja ebben az évben az ország. Cserkész világ dzsembori csattog Gödöllőn. Vidul és barátkozik, és csendzsel az ifjúsága nagy viha előtt. Az első Dunatenger járó hajóval már a világkereskedelem fő országútjáig tör előre a magyar életet. Dolgozik az ipar. Dél-Amerikától Indiáig behálózza a piacokat, vásárokat. Ellátja a fehér és színes embert, munkát, hajlékot, új életkedvet ad a magyar népfölöslegeknek. Az új lakihegyi nagyadó világgá szórja, és visszahozza az űrön át a tengeren túlra szórt magyar szíveket. Dolgozik a gazda, nemesíti a földet s a jószágot, gyümölcsös kerté varázsolja a steppét, friss termű Lombardiává a pusztát. Magával keményen bánik. A szeretet a földnek jár, s az állatainak. Talpra áll a magyar lótenyésztés, s a tenyésztés nyomán a lovasport, amely két világrészben nemzetközi mérkőzéseken védi és terjeszti a lovas nemzet hírét. Dolgozik a művész, iskolát, uszodát, repülőteret tervez az építész, vonalapító hősöget farag a szobrász, templomfalakat díszít a festő, dolgozik a rendező, ruhatervező, a díszletező és az operatőr. Parkos domboldal zöldel a tabán helyén, tovább halványul a régi békevilág. Megint eltűnik egy ősi, pest-budai színfolt. A szárvidék egy emberként visszatér Németországhoz. 1934-ben vagyunk, a II. Világháború előjátéka folyik. Egy év múlva Itália meghívására a strézai találkozón a nagyhatalmak már a béke megmentésén tanácskoznak. Az olimpiászon azonban még bajnoki mérkőzésé nem esednek a szenvedélye. A párizsi, amszterdami és Los Angeles-i magyar győzelmek után Berlinben 11 világbajnoksággal kiküzdjük a harmadik helyet. Csak Németország és Amerika áll előttünk, s mindjárt mögöttünk az 5. helyen megint egy kis nemzet, a finn testvérnép következik. Ebben az évben látogat kormányzó úrunk Olaszországba. Nagy Lajos óta ő az első magyar államfő, aki római földre lép. Harmadik Viktor Emánuel, olasz király és császár a következő évben viszonozza a látogatást. 1937-ben fölavatják a budapesti Horthy Miklós hídat, melynek budai hídfője a magyar tenger hőseit hirdeti. Szent Györgyi Albert megszerzi hazájának az első Nobel-díjat. 1938 tavaszán Ausztria beolvad a német birodalomba. Ez év nyarán Budapest kövein és templomaiban az oltári szentség előtt hódol a katolikus világ. A római szentszéket Pacelli bíboros, a mai 12. Pius pápa képviseli, aki rádión is szól a magyarsághoz. Kedves magyar! Testvéreim, éljen Mária arcába! Szólnak a harangok, de szólít a történelem is. A nemzet hallja és érti a szavát. Fegyveres országgyarapításra készül a viharfelhők alatt. És már gondol a veszélyre is, amely a felhőkből fenyegeti a polgárokat. Kormányzó úrunk Németországba látogat. Az Északi-tenger s az Atlanti-óceán hősei tisztelegnek az Adria hőse előtt. S a Kielben és Berlinben lengő magyar zászlók alatt új, fényesebb lapra fordít a történelem. A cseh kérdéssel utolsó fordulóba jut a világválság. Ransimen Lord prágai útja után Berchtesgadenben, vagy Bodesbergben próbálják megoldani Európa legsúlyosabb nemzetközi kérdését.
Feszülnek, recsegnek, ropognak az északi határsorompók. Testvérszívek szorítják két felől. A müncheni egyezmény után a német csapatok bevonulnak a Szudétaföldre. Komáromban megkezdődnek a tárgyalások a magyar és cseh kormány között. Balassa Bálint, Rákóczi és Madách szülőföldjéért. A bécsi döntés vágja ketté a vitát. Megtörik a gonosz varázslat. A magyar honvéd átlépi a trianoni határt. Országgyarapító kormányzónk belovagol Jókai városába, szétfoszlik előle a tilalomfa a híd közepén. Kassán a legnagyobb magyar szabadsághő sírja körül élteti őt a magyar nép. 1939 eleje óta tudós Teleki Pál gróf a miniszterelnök. Márciusban lép a magyar honvéd az ezeréves kárpáti határra a végképp felbomlott Csehszlovákiában. Bereckénél ér vissza leghamarabb a gondviselés adta ősi melvédi, amely kelet népét megóvta a keletről lezúduló viharoktól. Kárpátalja népét Kozma Miklós kormányzói biztos téríti vissza a magyar közösségbe. Szeptemberben a lengyel mezőkön opálos, felhőtlen őszi ég alatt megkezdődik a második világháború. Legull a hó, s a hóra lecsordul a finn testvérnép vére. Legendás hősiességgel, új Leonidászként védik hazájukat a szovjet-orosz támadás ellen. Felszabadult minden elem. A világégésben árvíz pusztítja hazánkat. A németek átkelnek Norvégiába. Csattog a vihar, száguld a háború. Hollandia és Belgium leverése után a szövetséges csapatok elvesztik az óriási dünkircheni csatát. Az angolok elhagyják az európai szárazföldet. Elesik Párizs, összeomlik a harmadik köztársaság, a Compiègne-i erdőben megkötik a német-francia fegyverszünetet. De Magyarország fölött gyönyörű őszragyog. Visszatér Észak-Erdély, a Székelyföld, a keleti bástya. Uzsoktól ojtazik miénk a Kárpátok körfala, megint miénk Szent László sírhelye és Mátyás szülővárosa. Huszonkét évi keserves megpróbáltatás után valóra vált, amiben bűzni nem szüntem meg soha, egy percesen. Ugyanekkor balkáni rokonaink, a bolgárok bevonulnak Dél-Dobrudzsába. Magyar operatőr fényképezi ezt a szép pillanatot. A vihar közben északról délre fordul, s végig söpör Afrikán. Föllángol a sivatagi háború. Utak és országútak épülnek az Alföld és Erdély közt. Két országrész ölelkezik a munkában a második világháború közepén. Páratlan erőfeszítéssel, gyors ütemben készül a dédai vasútvonal. 1941-ben Jugoszlávia hirtelen a tengerhatalmak ellen fordul. Nem sokára Belgrád romokban hever, s a harmadik kisantant szövetséges is felbomlik. Honvédeink bevonulnak a Bácskába és Mura közbe, Zrínyi földjére. Szovjet repülők megtámadják Kassát. Magyarország belép a tengelyhatalmak keresztes háborújába. A magyar honvéd is fölvonul Szovjet-Oroszország ellen. Ott küzd, ahol apái vitézkedtek, és nomád ősapái éltek. Így lesznek az ifjú Leventékből kipróbált vitézek. Kormányzó helyettes úrunk is kimegy a harctérre. Ott éri őt a hősi repülőhalál. Ott törik le karcsú száráról a nemzeti remény és szeretett daliás virága. Vértanúk népe vagyunk. Az ő vérük váltja meg szakadatlanul a magyar népet a történelem viharaiban. Mélységes gyászból, porból és romokból emelkedtünk fel 20 év alatt. Rengeteg munkával fizettük meg a visszaszerzett becsületet és öntudatot. Rengeteget áldoztunk érte. Ma ismét kezünkben a kard, s helyén a férfi szív. Harcolunk, örködünk. Védjük magunkat!
Élni akarunk, élni fogunk!